Kigyulladt egy elhagyott autó Bátaszék közelében a Mórágy felé vezető úton, ami nap teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a bátaszéki önkormányzati tűzoltók a helyszínre érkeztek. A lángokat rövid időn belül megfékezték. Ezek a felvételek pedig Szálkán készültek, itt is teljesen kiégett egy autó még júniusban. Országos szinten évente nagyjából 500, Tolna megyében közel 20 autó kap lángra. A tűz keletkezhet parkolás közben, például az autóban hagyott és az ott felforrósodó szpré, öngyújtó festék vagy higító miatt. De kigyulladhat a jármű menet közben is valamilyen műszaki hibából kifolyólag, és lángra kaphat az autó ütközés következtében is. Ackermann Zsuzsanna, a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság hivatalvezetője azt mondja, a legtöbbször a motortérben vagy az utastérben keletkezik a tűz. Nem ritka, hogy a fékrendszer vagy a kipufogó rendszer esetleg a légkondicionáló hibája miatt kap lángra a kocsi. Ezek általában az autóknak a karbantartottságától, az elektromos tüzek azok nagyban összefüggnek az autóknak a műszaki állapotával, tehát nagyon fontos, hogyha elektromos felújítások történnek az autóban, azt mindig csak szakember végezze, és bizonyos időszakonként azért vizsgáltassuk át az autóinknak a műszaki állapotát. Ha fűszagot érzünk, akkor azonnal húzódjunk le az útról, és őrizzük meg a hidegvérünket, tanácsolja a szakember. A legfontosabb szabály az, hogy azonnal álljunk félre, helyezzük biztonságban az utasokat, és kezdjük meg minél előbb a tűznek az oltását, ehhez nyilván egy kézi porraloltó készüléknek a megléte a legfontosabb. Nagyon fontos, hogy hirtelen mozdulattal ne nyissuk fel a motorháztetőt, hiszen ilyenkor egy kisebb keletkező tűznél is egy hirtelen oxigén jut be a motortérbe, és belobbanhat a motortér. Mindössze 1-2 perc alatt teljesen kiéghet az autó, ezért fontos, hogy minél gyorsabban kezdjünk hozzá a tűz oltásához.